Tisztelt elnök úr, köszönöm a talált túlságosan is vizelző bemutatást, tisztelt hallgatóság. A mai előadás címe a kétek a ember genetikai lehetőségek és korlátai. Mint hogy a szkeptikusok társaságának rendezvényén vagyunk, talán meg fogják bocsájtani, hogyha jóval nagyobb hangsúlyt fogok fektetni a korlátokra, mint a lehetőségekre. Ez azért is indokolt, mert a médiumokban borzasztóan elterjedtek a rettenetesen nagyzoló és sokat mondó kijelentések ezzel kapcsolatban, tehát érdemes egy kicsit ezeket lehűteni. Talán egy példával illusztrálnám, hogy miért indokolt a korlátoknak a hangsúlyozása. A géntechnológia az 35 éve született meg, és mindjárt utána a szakértők és a kommentátorok azt hangsúlyozták, hogy minden bizonnyal a legfontosabb lehetőség az ember génterápiája, vagyis genetikai betegségek gyógyítása ezzel a technológiával. 1990-ben, tehát 18 éve történt meg az első emberi génterápiás beavatkozás, meggyógyítottak egy kislány egy halálos betegségből, óriási szenzáció volt. Az azóta eltelt 18 év alatt dollármilliók és kutatóévek tömege fordítódott a génterápiára, és a két kezemen meg tudom számolni a sikeresen meggyógyított eseteket. Egy másik talán szubjektívebb motivuma, hogy miért vagyok inkább szkeptikus, ez egy gyerekkori emlék, 1948-ban a budapesti nemzetközi vásáron mély benyomást tett rám egy pavilon, ahol bemutatták, hogy milyen lesz Budapest közlekedése 25 év múlva. Hangtalanul sikló villanyautók, óriási metróhálózat, mozgójárdák mindenütt a belvárosban. Hát nem kell mondani, azt hiszem, hogy ebből mi valósult meg. Na hát térjünk a tárgyra. Az a kérdés, hogy az ember genetikai állományában milyen potenciál van, ez így egy értelmetlen és megválaszolhatatlan kérdés, úgyhogy erre nem is fogok felelni. A valódi kérdések, gondolom, itt láthatók. Erről ezek az értelmesen feltehető kérdések. Érdemben ezek közül is csak a harmadikról fogok beszélni, de azért egész röviden megkísérlem az első kettőnek is a néhány mondatos tárgyalását. Hát az ember természetes evolúciójának a perspektívájáról annyit tudnék mondani, hogy természetesen az ember evolúciója a múltban az egy valóságos dolog, amiről rengeteget tudunk. Az, hogy van még biológiai evolúció az embernél, ez egy vitatott kérdés. Az én véleményem szerint nincs. De mondom, ez egy vitatott kérdés, amennyiben esetleg mégis van, az égvilágon semmit nem tudunk mondani róla. Tehát erről sem kívánok többet beszélni. A második, hogy mik az ember nemesítés lehetőségei a hagyományos genetikai eszközök felhasználásával. Elvileg tudományosan ez egy értelmes kérdés. Semmi ok nincs feltételezni, hogy az embert ugyanúgy ne lehetne elvileg nemesíteni, mint a disznót vagy a csirkét, de szerencsére erre az emberi társadalomban még nem történt. A német nácik tettek bizonyos bátortalan kísérleteket, de valódi embernemesítés az emberi történelemben nem történt. Abban a szűkebb értelemben, hogy úgynevezett káros mutáció kiszűrése, erre történtek szintén meglehetősen ma elítélt kísérletek, több országban, például Svédországban vagy az Egyesült Államokban is voltak kényszer sterilizálási kísérletek így embernemesítési célból, de ma erről sem beszélhetünk. Talán érdemes megemlíteni két olyan példát, ahol egy etikailag elfogadható módon történt valami ilyenfajta kísérlet. Ez is negatív, tehát nem arról van szó, hogy valamilyen kívánatos nemesítés, hanem káros mutáció kiküszöbölése. A talasszémia nevű
genetikailag determinált súlyos vérszegénységet okozó betegség elsősorban a mediterrán országokban elterjedt, és Ciprus szigetén, mikor Makarios érsek volt az elnök, akkor ő elrendelte a lakosság kötelező vizsgálatát erre a betegségre, tehát szűrését, és egy szintén kötelező házassági tanácsadást, hogy megakadályozza a hordozóknak az egybekelését. Ez önkéntes volt, és meglehetősen eredményes. Tehát erősen visszaszorult a talaszémia előfordulása. Érdekes módon ez a görög-keleti Cipruson sikeres volt, ugyanezt megpróbálták a katolikus Máltán, és ott nem működött. Egy másik példa, ez egy New York-i ortodox zsidó közösségben volt, a Tay-Sachs-Cohr nevű feltétlenül halálos örökletes betegség, az az askenázi zsidók specifikus betegsége, tehát ott meglehetősen gyakori, minden 30. egyén hordozza recesszív módon a gént, és ebbe az ortodox közösségbe hagyományosan gyakorlatilag kötelező a házasság közvetítés. Hát ugyanúgy, mint a régi Indiában, és itt megcsinálták azt, hogy kötelező szűrés volt, a szűrés adatai titokban kezelték, de a házasság közvetítő megkapta, és nem közvetített házasságot hordozók között. Ez a közösség, ebbe a közösségbe ezt a egyébként meglehetősen gyakori betegséget kiirtották. Tehát ezek a példái a, mondom, az elfogadható embernemesítésnek a hagyományos eszközökkel, de hát valójában a géntechnológia perspektíváiról szeretnék érdemben beszélni. Előre bocsájtanám, hogy a magyar nyelvben a génsebészet szó elterjedt, amiért én vagyok a bűnös, azt hiszem, ezt én vezettem be a genetic engineering helyett, de nem vagyok rá nagyon büszke, mert azt hiszem tévképzeteket kelt. Szóval azt hiszem, a laikus azt hiszi, hogy a génterápia azt jelenti, hogy a beteget elaltatják, és az orvos egy mikromanipulátorral megoperálja a génjeit. Hát erről nincs szó. A génsebészet mindig, nem csak az embernél, a baktériumnál is, mindig a sejten kívül, a szervezeten kívül kémcsőbe történik. Tehát a génmanipuláció az a gének kémcsőbe történő manipulációja, hogy aztán ebből hogy lesz génsebészet, azt mindjárt majd elmondom. Tehát ennyit csak a szóról, de hát géntechnológia talán az egy kevésbé félrevezető kifejezés. Hát azt már mondtam, hogy a géntechnológiát már 35 éve ismerjük, és hát ezzel kapcsolatban nagyon sok minden történt az elmúlt 35 évben, és ahogy már a bevezető mondatokban mondta, borzasztó sok tévképzet is terjed ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most szeretnék elsősorban arról beszélni, hogy egy sikeres géntechnológiai beavatkozásnak, és most hagyjuk az embert pillanatnyilag, általában bárhol, bármilyen élőlényben mik a korlátai. A következő ábrát kérném. Ja, ezt már, erről már beszéltem, a következő ábrát. Tehát ez a hét tényező, amelyeknek mindegyikének súlyos korlátozói vannak, és egy kicsit egy sikeres géntechnológiai beavatkozás olyan, mint egy akadályverseny, ahol mind a hét akadályon keresztül kell menni. Hát elsőnek nézzük ezt a donor gének számát. A gyakorlatban a mind az állat, mind a növénynemesítés által kultivált és szelektált tulajdonságok, tejhozam, vagy sikértartalom, vagy cukortartalom, vagy ilyen dolgok, ugyanúgy, mint az embernél általában fontosnak tartott tulajdonságok, intelligencia, szemszín, bőrszín, hasonló, ezek gyakorlatilag mindegyik úgynevezett poligénes tulajdonság, tehát sok gén határozza meg őket. A géntechnológia gyakorlatilag az esetek döntő többségében egyetlen gént tud bevinni,
Egy-két kivételt ismerünk, ilyen például a híres úgynevezett aranyrizs, ahol 3 gén bevitelével érték el a változást, de minden esetre 1-2-3, de döntő többségben 1. Ez már elvben, ahogy mondtam, hogy a legtöbb tulajdonság, ami érdekel minket, az sok gén által meghatározott, ez már rettentően korlátozza a lehetőségeket, tehát a gének száma. Na most ahhoz, hogy valóban eredményesen tudjunk ilyen kísérletet csinálni, hát ez talán nem feltétlen szükséges, de hát azért gyakorlatilag igény, hogy ezeknek a géneknek a szerkezetét és a működését ismerjük. Na most, ami a szerkezetet illeti, valószínűleg tudják, hogy 2004 óta az ember teljes genetikai információ tartalmát megismerjük, tehát minden emberi gén szerkezetét ismerjük, de persze nem csak az emberét. Pillanatnyilag az azt jelenti, hogy november 16-án volt az utolsó frissítése ennek a honlapnak, 880 olyan organizmus fajt ismerünk, amelynek a teljes gén ennek a döntő többsége baktérium meg egysejtű, de azért ma már van köztük bőven állat és növény is. Tehát 880 ilyen organizmus, ez napról napra bővül persze a lista, de azért korlátozottak az ismereteink. Na most a működés. Az, hogy ismerjük egy organizmus valamennyi génjének a szerkezetét, az messze nem jelenti azt, hogy a működését is ismerjük. A következő ábrát kérném, ezen néhány olyan organizmus van, ugye az első kettő baktérium, a harmadik az élesztő, a negyedik az egy féreg, az ötödik a drozofila, a muslica, és az utolsó is egy baktérium, amelyiknek az összes génjének a szerkezetét ismerjük, ott van, hogy körülbelül hány gén van, és ezek közül, hogyha kiírtjuk a valamelyik gént, akkor látható változás történik, vagy belepusztul az organizmus, ennyi százalékban igaz ez. Ami magyarul azt jelenti, hogy a 100-hoz hiányzó érték azoknak a géneknek a funkcióáról halvány fogalmunk. Tehát a baktériumoknál a nagy részét tudjuk, de a magasabb rendűeknél a gének nagy részéről nem tudjuk, hogy mi a. Na most, még ha tudjuk, hogy a génnek mi a funkciója, és ismerjük a szerkezetét, még akkor sem biztos, hogy minden lényegesen tudjuk róla. Erre megint egy példával szeretnék szolgálni. Ez egy egész friss eredmény. 30 ezer emberen végzett vizsgálat, ez egy óriási szám. 30 ezer emberen családfakutatással, génszerkezet elemzéssel próbálták meghatározni, hogy a testmagasságot hány gén határozza meg. Következő ábrát kérem. A testmagasság az 80-90%-ban örökletes. Tehát úgy szakszóval a heritabilitás a 80-90% a testmagasságnak, és azt találták ebbe a 30 ezer személyes vizsgálatba, hogy 40 génnek van szerepe a testmagasság meghatározásában. Mindegyiknek kvantitatíven megértékelték, hogy mekkora a szerepe. A 40 gén együttesen 5%-ban felelős ezért. Na most ennek nem az a magyarázata, hogy nem 40 gén határozza meg, hanem 800, és a többit nem határozták meg, hanem az, hogy megtudjuk egyes génekről, hogy mennyi az egyedi szerepük ebben, az nem elég, hogy az egészet megfejtsen, mert ezek egymással kölcsönhatnak, más génekkel hatnak kölcsön, amik közvetlenül nem szerepelnek, és így adódik a 80-90%-os heritabilitás, ami egyedül a gének megismerésével nem magyarázható. Ugyanezt kiterjeszthető, nincs ilyen vizsgálat, de például a skizofrénia vagy az autizmus szintén 80-90%-ban örökletes. Egy csomó gént ismerjük, hogy szerepük van, de az esetek 1-2%-át lehet csak megmagyarázni ezekkel a génekkel. Tehát
megint a szkeptikus vonalat hangsúlyoznám ezzel. Na akkor térjünk vissza a következő ábrát, kérem, a következő fázisba. A következő feladat, ha ismerjük a gént, amit be akarunk vinni, akkor az izolálni kell, ezt hívják klónozásnak, elszaporítani és szükség szerint módosítani. Ez az a valami, amiben nincs korlát. Tehát az elmúlt 35 évben olyan fejlődés volt a tudományban, hogy gyakorlatilag itt mindenható a kutató. Azt csinál a DNS-e, amit akar, mutációkat visz bele, szabályozó elemeket kapcsol hozzá, kicserél elemeket, akár tökéletesen, mesterségesen is előállíthat egy gént, ami funkcióképes. Tehát ez majd egy olyan szerszámkészlet áll a kutató rendelkezésére, amivel tetszés szerint alakítja a gént a képcsőben. Ez természetesen még nem géntechnológia, mert a DNS nem él. Ebből géntechnológia csak akkor lesz, ha ezt a kívánatra vagy rendelésre módosítod. Egyébként hozzáteszem azt, hogy egy gént izolálni és elszaporítani, ez a hőskorban egy komoly tudományos feladat volt, a világ legjobb lapjaiban le lehetett közölni. Ma ezt pénzért bármelyik géntechnológiai cég néhány nap alatt elvégzi. Tehát itt óriási hallatás. Na most a következő lépés micsoda? Ezt a donorgént be kell juttatni az organizmusba, illetve a sejtekbe. Ez már egy nehéz feladat. A nehéz feladat nehézsége az nagyon függ a sejttípusoktól. Mindenütt más, gyakorlatilag mindenütt előbb-utóbb megoldható, de nagyon kis, helyenként nagyon kis hatásfokkal. Hát erre a technikai részletekről nem akarok beszélni, csak annyit mondanék, hogy a legnehezebb feladatok egyike növényi sejtbe bejuttatni, mert a növénynek nagyon kemény sejtfala van, és ezt talán mulatságos a következő ábrát kérem. Egy ilyen eszköz, amit úgy hívnak, hogy génpuska. Ezzel a szó szerint belövik a DNS-t a sejtekbe, úgyhogy kis fémrész, mikroszkopikus fémrészecskékre, nemes fémrészecskékre hatszor beállják, és valóban puskaszerűen ezeket a fémrészecskéket belövik a sejtekbe. Tehát ez csak egy példa, állati sejtben a dolog könnyebb, ott nincs ilyen kemény sejtfal, de mindenképpen ez egy probléma, és mindenképpen nagyon kicsi a hatásfoka. A következő ábra megint visszamegy a feladatokhoz. Na most, az acceptor kérdése. Hát egy sejtőeknél, baktériumnál, élesztőnél az acceptor az nem kétséges, az egyetlen sejt. Sok sejtőeknél azonban ez már probléma, és ez a integráció fennmaradás, szaporodáshoz is visz bennünket, ugyanis ha bejuttattuk a sejtbe a DNS-t, az a citoplazmába jut be, ahol a döntő része elbomlik mindenképpen. Tehát ez tovább csökkenti a dolog hatékonyságát. Egy nagyon csekély része a DNS-nek a sejt természetes mechanizmusai, biokémiai mechanizmusainak felhasználásával bejut a sejtmagba, és ott integrálódhat a sejt saját DNS-ébe, kromozómáiba. Ezt nevezik sikeres génbejuttatásnak vagy transformációnak. Ha ez megtörténik, illetve azzal a DNS molekulával, amivel ez megtörténik, annak a továbbélése biztosítva van, a sejt osztódása, szaporodása során ez tovább él. Amivel ez nem történik meg, az biztos, hogy lebomlik előbb-utóbb és nem hat. Na most itt térünk vissza ahhoz, hogy sok sejtűeknél, ugye az szintén van közismert, hogy a sok sejtű magasabb rendű állatok, növények és az embernél is élesen elkülönülnek az úgynevezett szomatikus testi sejtek és a csiravonali sejtek, amiből a spermiumok, illetve a tetesejtek lesznek, és átörökítés csak ezekben történhet. Tehát ha szomatikus sejtbe visszük be a DNS-t, a szomatikus sejtek egy jó része soha nem osztódik, ha pedig mégis osztódik, akkor specifikusan csak bizonyos szövetet pótol, a bőrt vagy a vérképző szerveket, és semmiképpen sem örökít.
Tehát, ha a magasabb rendű élőlényt át akarunk alakítani örökletesen, akkor vagy a spermiumba, vagy a tetesejbe, vagy annak előalakjaiba, vagy a közvetlen a megtermékenyítés után keletkező zigótába, vagy esetleg az egész korai embrióba lehet bevinni a DNS-t. Na most ez borzasztó nehéz technikailag, nagyon sok élőlénynél egyáltalában nem tudtuk még megoldani. Növényeknél a dolog kikerülhető, mert a növények nagy része testi sejtekből felépül, képes fel lehet építeni. Tehát szövetkultúrában, növekvő sejtek szövetkultúrájában, testi sejtekben elvégzik át a transformációt, és abból egész növény nevelhető föl. Ezt hívják egyébként klónozásnak. Na most, mint valószínűleg tudják, állatnál, magasabb rendű állatnál ez a klónozás 10 évvel ezelőtt sikerült először, ez volt a híres Dolly bárány, de ma sem tekinthető rutinszerűen mindig sikeres eljárásnak. Nagyon kicsi a sikerrátája, néhány fajnál egyáltalában nem sikerült megoldani, tehát ez nem egy rutinszerű eljárás. Úgyhogy ez a legsúlyosabb elvi korlát a magasabb rendű. Tehát az, hogy nem tudjuk feltétlenül bejuttatni a örökítő módon, csak testi sejtekbe, ami borzasztóan korlátozza a lehetőségeket. Na most ez befolyásolja a következő nehézséget is. Ha integrálódott egy gén a kromozómába, akkor egyáltalában nem biztos, hogy az véletlenszerű az integráció. Baktériumnál vagy élesztőnél meg tudjuk oldani, hogy irányított legyen, sőt, hála a 2 évvel ezelőtti Nobel-díjat kapott Capecchi, Smithies és Evans munkásságának, egérnél is megoldható. Azt, hogy miért csak egérnél, ezt nem tudjuk pontosan, de tény az, hogy más állatnál, és hát természetesen az embernél sem, nem tudjuk irányítani. Vagyis véletlenszerű, hogy hova épül be, aminek lehetnek káros következményei, ha rossz helyre beépül, és lehet olyan következménye, hogy ugyan nem okoz semmi kár, csak éppen nem működik, mert egy gén működése attól is függ, hogy hol van a genomban. Tehát ez a gén működése vagy működtetése szintén egy limitáló tényező, és aztán, ha mindezeket az akadályokat leküzdjük, és működik, és ott van, és tudjuk, hogy akkor még mindig lehetséges, hogy az nem kompatibilis annak az élő sejtnek a működésével. Hát végül is minden élőlény évmilliós evolúció során csiszolódott össze tökéletes összhangban, és hát ahogy egy műszerbe sem lehet tetszés szerint egy idegen alkatrészt betenni, és ha lehet, egyáltalában nem biztos, hogy akkor fog működni, hát ugyanez áll a géntechnológiára is. Elmondható az, hogy az elvileg elgondolható és technikailag végrehajtható génmódosítások óriási többsége nem működőképes. Na most, ez nem kell, hogy érdekelje például a fogyasztót, aki mondjuk géntechnológiával előállított növényekről akar ítéletet mondani. Ez a kutatót érdekli, akinek a sikerrátáját rontja, mert egy csomó kísérlete nem sikerül. Ami sikerül, azt alaposan bevizsgálják, és abban semmi károsító már nincs. Tehát ez nem az, hogy egy beépülés lehet káros, ez mondom a csapakutatót izgatja, a fogyasztót tágabb értelemben nem. No hát, nagyjából ezzel végig is mentünk ezeken a korlátokon, amik, még egyszer hangsúlyozom, kivétel nélkül minden géntechnológiára igazak, baktériumtól az emberig. Tehát ezek a korlátok mindent érvényesek. Na most ezeknek a korlátoknak ellenére a géntechnológia óriási sikereket mondhat el, hiszen, hát talán nem mindenki tudja, bár azért azt hiszem eléggé ismert, nincs ma már cukorbeteg a világon, aki nem géntechnológiai úton előállított inzulint fogyasztana, de számos más értékes és drága gyógyszert szintén kizárólag géntechnológiai úton állítanak elő,
az élelmiszeripar, a textilipar, a vegyipar számos eljárásában felhasznál géntechnológiai úton módosított mikroorganizmusokat. Hát a ugyan kontroverziális, tehát sokakban ellentmondásra ingerlő, de azért mégiscsak tény az, hogy ma a világon 114 millió hektáron termelnek géntechnológiai úton módosított növényeket. A szója, a kukorica, a gyapot és a repce termelése az Egyesült Államokban például 80-90%-ban már géntechnológiailag módosított. Úgyhogy van ezen a téren is egy óriási haladás. Laboratóriumok már készen vannak, csak még forgalomban nincsenek. Azok az állatok, amelyeknek a tejében termelnek értékes gyógyszereket, hormonokat, fehérje készítményeket, és ugyancsak olyan növények, amik nem hagyományos fogyasztásra szolgálnak, hanem gyógyszertermelésre. Ezek is készen vannak. Úgyhogy óriási eredményeket tud magáénak a géntechnológia az emberen kívüli szférában. Hát akkor most térjünk át az emberre. Tehát mik a lehetőségei az embernél a géntechnológiának? Itt természetesen hangsúlyozni kell, hogy van egy tudományos technológiai korlát, és van egy ennél súlyosabb etikai korlát is. Egy csomó dolog, ami rutinszerűen megoldott és megoldható állatnál, növénynél, az az embernél nem tudjuk, hogy megoldható-e, mert tilos. Na hát nézzük a következő ábrát, kérem. Tehát a géntechnológiai beavatkozás az embernél elvileg, ezt hangsúlyozom, hogy elvileg, szolgálhat terápiás korrekciós cél, tehát egy genetikai hiba kiküszöbölését. Vagy elvileg szolgálhat egy nemesítési célt, tehát kívánatú tulajdonos, a különben egészséges embernél valami kívánatos tulajdonság elérése, nemesítő, jobbító cél. Hát elég egyértelmű jelenleg az etikai állásfoglás világviszonylatban, hogy a második az nem kívánatos, nem engedélyezhető és nem engedélyezendő, csak az első. A dolog persze nem ilyen egyszerű. Hát ez hasonlít a sportdopinghoz, nem akarok belevágni a következő előadó témájába, de hát ott is nyilvánvaló, hogy a nem is csak sportdoping, hát ez törpeségre emberi növekedési hormon adása kívánatos, egészséges gyereknek azért, hogy kosárlabdázó legyen, nem kívánatos. Azért csinálják, feltételezem, ahogy lényegében a fontos dopingszerek azok mind gyógyszer, majdnem mind gyógyszerként is alkalmazhatók, vagy alkalmazandók, más az, hogy dopingnak használják. Tehát ugyanez a probléma fölmerül a géntechnológia esetleges alkalmazásával is, hogy nem lehet világosan elválasztani a kettőt. Na de a második rész, mondom, ez egy elvi kérdés. A második rész az már nem csak elvi kérdés, az egy technológiai, tudományos kérdés is. Ahogy az előbb hangsúlyoztam, hogy elvileg a örökletes beavatkozás csak a csiravonali beavatkozás, a szomatikus sejtben történő beavatkozás nem örökletes, és mindenképpen korlátozott hatókör és hatékonyságú. Ismét csak a jelenlegi etikai állásfoglalás a szakmában is, és a szakmán kívüli különböző jogi etikai szakértők részéről is, hogy embernél jelenleg a csiravonali beavatkozás nem engedélyezett. Úgyhogy nem tudjuk, hogy megvalósítható-e. Mert direkt ilyen kísérletek nincsenek, ha vannak, abból botrány van, ha mégis olvasnak erről, az nagy valószínűséggel kacsa vagy szélhámosság. Tehát az néhány éve tele voltak a lapok azzal, hogy ember klónoztak már bizonyos laboratóriumban, ez biztos, hogy nem igaz. Tehát egyetlen olyan kvázi hiteles kísérlet van, ahol
egy csiravonali beavatkozással eljutottak egy egész kezdeti stádiumig az embrionális fejlődésben, ezt is nagyon vitatták. Tehát gyakorlatilag ez pillanatilag tilos. Ez nem jelenti azt, hogy erre irányuló kísérletek nem embernél nincsenek. Tehát például a mi intézményünkben, a Szegedi Biológiai Központban is folynak olyan kísérletek állatokon, amelyeknek a végső célja az, hogy elvileg majd az esetleg emberi csiravonali beavatkozásnak is az alapjául szolgálhatnak. Személyes véleményem az, hogy én nem fogom megérni azt, amikor ez megvalósul. Nem biztos, hogy ez jó vagy rossz, de minden esetre nagyon messze. Tehát amiről beszélünk az embernél, az a szomatikus jellegű beavatkozás, ami hát természetesen etikától függetlenül is gyakorlatilag mindig terápiás jellegű lehet csak, mert így nem lehet kedvező tulajdonságokat elérni, ez csak betegség korrekciója. Tehát mindig arról van szó, hogy egy betegség okozó gén kiküszöbölése, illetve van egy másik, szintén nagyon intenzív munka, a rák gyógyítása génterápiával, ahol arról van szó, hogy a ráksejtekbe bevisznek egy gyilkos gént, ami a ráksejteket megöli áttételen keresztül. Erre elvi lehetőség megvan, és erre vannak már biztató kísérletek is. De hát általában azért én nagyon sok szomatikus kísérlet van, ahol májba, agyba, szembe, szívbe, izomba visznek be ezeket a szerveket, érintő betegségeket, korrigálni próbáló géneket, többé-kevésbé biztató részeredményekkel. De olyan, hogy biztosan meggyógyítottak valami, így ilyen nincs. A legnagyobb tere a szomatikus génterápiának az a vérképző szervekbe történő beavatkozás, tehát a vérképző szervek által kódolt hibás géneknek a kijavítása, amit hát úgy lehet megvalósítani, hogy csontvelőt kivesznek, tenyésztik a sejteket kémcsőbe, azokon végzik el a beavatkozást, megpróbálják izolálni a sikeresen transformált sejteket és visszalőtet. Így történt az első sikeres génterápiai beavatkozás is, amit már említettem, 1990-ben. Ez egy SCID nevű súlyos, feltétlenül halálos, örökletes immunhiány. Az ebben szerencsére nagyon ritka. Az ebben szenvedő gyerekeket buborék gyereknek nevezik, mert gyakorlatilag életben tartani csak egy tökéletesen steril, izolált környezetbe lehető. Ami hát nem nagyon működik, tehát ez egy feltétlenül halálos betegség. 90-ben az Egyesült Államokban egy Ashanti da Silva nevű kislányt meggyógyítottak ezzel, ami világszenzáció volt. Na most a következő ábrát kérem. Ja, még erről később még beszélek. Menjünk, ugorjunk egyet, visszamegyünk. Tehát ez a SCID-ben. Egy másik sikeres, látványos eredmény az Franciaországban történt 2003-ban, ahol 11 gyereken végeztek ilyen beavatkozást és sikeresen meggyógyították őket. Sajnos három közülük hamarosan leukémiát kapott, ami nyilvánvalóan összefüggött a terápiával, úgyhogy akkor ezt leállították, ezt a kísérletet. Notabene ennek ellenére ez életmentő volt, mert a leukémia gyerekkorban már gyógyítható többé-kevésbé, és ezek a gyerekek meggyógyultak. És ha nem történik a beavatkozás, akkor biztos, hogy elpusztulnak a SCID-ben. Tehát van valami eredmény, csak ez borzasztó. No hát ezt akartam mondani a szomatikus génterápiával, és kihagytam az előbb, akkor menjünk vissza, hogy ugyanúgy, ahogy említettem, a hagyományos embernemesítésnek egy megengedett és elfogadott módját, úgy van a kvázi géntechnológiai embernemesítésnek is egy hagyományosan elfogadott módja, amit Magyarországon is azt hiszem az egyes számú új klinikán csinálnak.
Itt arról van szó, hogy ha a betegséggond hordozó szülőnél, ahol van egy, mondjuk ha a két szülő mind a kettő hordozza recesszív módon a betegségét, akkor 25% esély van, hogy teljesen egészséges, 25% hogy beteg, és 50% hogy hordozó szülessen. Na most ilyen esetben korlátozott, mert ez egy elég nehéz beavatkozás, csinálják azt, hogy a korai embrió egy sejtjét kiveszik, és meghatározzák, hogy benne van-e a betegségén, vagy nincs. Ha benne van, akkor abortálják, ha nincs benne, akkor zavartalanul tovább megy. Tehát ez egy kvázi géntechnológiai alapú, etikailag megengedett szelekció. De hát ennek is nagyon korlátozott az érvényessége. Na hát lényegében ezt akartam mondani, és akkor még azért valamit mondanék a perspektíváktól, amik hát következnek az előbbiekből, hogy pillanatnyilag a rendkívül intenzív erőfeszítések ellenére ez egy nagyon korlátozott lehetőséget jelent. Na most megint belekontárkodnék a következő előadóba, mert elég sokat olvasni az újságokban arról, hogy a közeljövőben már a sportban is előtérbe fog kerülni a géntechnológiai nemesítés. Hát itt is eddigi szkepticizmusomhoz hasonlóan azt mondom, hogy noha tudjuk azt, hogy egy csomó sportteljesítménynek van egy nagyon jól definiálható genetikai alapja, tehát bizonyos izomtípusoknak a kialakulása az genetikailag determinált, de hát az előbb elmondott korlátok alapján kizártnak tekinthető, hogy géntechnológiai beavatkozással izomalkatot vagy testalkatot befolyásoló gének beviteléről a belátható jövőbe szó lehessen. Tehát ha erről olvasnak az újságban, ezt is nyugodtan utasítsák el, mint kacsát. Véleményem szerint egy dolog lehetséges, hogy például a jelenleg alkalmazott dopingszerek, mint például az EPA, annak azt kódoló gént, azt esetleg be lehet majd vinni, és ha folynak titkokban ilyen kísérletek, akkor az nyilván erre irányul. De itt is azt hiszem, hogy ennek a technikai igényessége és költségigényessége olyan nagy, hogy inkább egyszerűbb azt az EPA-t kívülről adni. Tehát nem hiszem, hogy a géntechnológiai doping a közeljövőben megvalósul. Hát ennyit akartam mondani erről a tárgyról. Köszönöm szépen! Most még friss a Veneciánnak készülő előadása a fejünkben. A fél óra kérdés-válasz időt most osszuk meg, és most én levezető elnöki jogkörömnél és hatalomnál fogva, most egy 15 perces kérdés-válasz időt adnék a tisztelt hallgatóságnak és professzor úrnak. Tessék, kinek van a kérdése? Parancsoljatok ott hátul. Azt szeretném kérdezni, hogy beszéltél a legutolsó dologról, ez a szelektív tudárási megszakítás, hogy volt egy ilyen kifejezés valaha, még tanultam biológiában, hogy genetikai terheltség. Tehát hogy nagyon úgy tűnik, hogy talán azért, mert vége van a természetes evolúciónak, ugye vitatott kérdés, ezért nagyon földúsulhattak bennünk azok a gének, amelyek. Tehát nagyon sok dologban vagyunk fordozók, hogy elképzelhető-e a jövőben az, hogy tényleg végigvizsgálják nagyon sok betegségre, és akkor jön elő ez már etikai kérdésként, hogy vajon akkor megengedhető egy születés. Hát ez egy elég összetett kérdés, elég sok mindent lehet róla beszélni. Az első dolog, amit mondanék, hogy
különböző népességekben és kultúrákban borzasztóan különbözik ennek a úgynevezett genetikai terheltségnek a mértéke. Nem meglepő módon a világ egyik legterheltebb országa, Szaúd-Arábia, ahol a rokonházasság az gyakorlatilag általános. Ennek következtében számos genetikai betegségnek az előfordulása, ahol nagyságrendekkel nagyobb a világon más. Egyéb a különbségek is, természetesen kisebb különbségek vannak, hát említettem például már ezt a zsidóknál előforduló Day-Sax-kor, tehát egy csomó ilyen van. Ezek különböznek. Na most érdekességként például említem azt, hogy ugye az ember teljes genetikai szekvenciáját 2004-ben határozták meg, ez az általános szekvencia, tehát ez az átlag emberi. Azóta már 5 egyének is megvan a teljes szekvenciája. Az egyik ezek közül a DNS szerkezet megalkotója James Watson, akinek a genetikai állományába 10 olyan gént, allét találtak, ami homozigóta formában súlyos betegséghez vezet. De ő heterozigóta, tehát nem szenved ezekbe a betegségekbe. Úgyhogy létezik ennyi. Na most, az, hogy mire lehet szűrni, azt kell mondanom, hogy ez egy anyagi kérdés. Tehát pillanatilag ugye a teljes emberi gént majdnem 3 milliárd dollárba került, ennek az 5 embernek külön-külön ma már 100 ezer dolláros nagyság, fél millió alatt van a költsége, tehát aki óhajtja, az már bagatel fél millió dollárért meg tudja csinálni ezt. Van egy célkitűzés, az 1000 dollár per teljes DNS szekvencia elérése, hát ez még odébb. Erre díj van kitűzve, nem tudom, hogy mikor sikerül, de nyilvánvaló, hogy egyes betegségekre való szűrés az sokkal egyszerűbb. Ez ma már létezik, és ez ismét részben az egészségügyi szervezés, részben tisztán anyagi kérdés, hogy érdemes-e vagy kell-e csinálni. Tehát például mondjuk mellrákra hajlamosító gének kettőt nagyon jól ismerünk. Két már, amik nagyon jelentősen növelik a mellrák kockázatát. Biztos, hogy nem érdemes a lakosságot szűrni erre a génre. Tehát ahol ezt csinálják önkéntes alapon, az kizárólag olyan családok, ahol családi halmozódása van a mellráknak, és ahol ezért valószínűsíthető. Tehát, de még egyet mondanék ezzel kapcsolatban. Ez most, ha visszautalnék a magasság génekre, ahol említettem a skizofréniát vagy az autizmust is, hogy borzasztóan kicsi az egyes gének hozzájárulása sok esetben a betegséghez. Tehát például, ha azt olvassuk, hogy van egy gén allélforma, amelyik egy bizonyos betegségnek az előfordulási valószínűségét 50%-kal növeli. Ez látványosan soknak tűnik, a legtöbb ilyen kockázati génnél kisebb ennél a valószínűség. De az 50% is azt jelenti, hogy ha az átlag populációban 2% kaphatja meg ezt a betegséget, az ezzel a génformával rendelkezőknek 3%-a. Ezért nem érdemes szűrni. Köszönöm. Parancsolj, bocsásom. Kérdése is, nem csak neoliberalizmusból áll ugye a világ, hanem vannak feltörekvő, ugye kínai, egész más véleményen vannak. Szeretnék kínai véleményt, vagy Mohamedán véleményt a génsebészet etikai korlátai, vagy csak úgy általánosan, irányvonalban. Amit tudok, az, hogy nincsenek nagyon lényeges különbség. Tehát mondjuk egy kérdést ismerek behatóan, ez a mezőgazdasági géntechnológia, tehát a géntechnológia módosított növények és élelmiszerek. Ebben biztosan tudom, hogy egyetlen jelentős vallás sem ítéli el.
ellentétben egyes civil szervezetekkel, de sőt, például a magyar parlamentben, amikor erről volt vita, akkor is az egyik képviselő azt mondta, hogy ő vallási okból is tiltakozik. Egyetlen jelentős vallás sem ítéli el a mezőgazdasági géntechnológiát. Abban már óriási különbség, például a klónozással, ember klónozással kapcsolatban nagy különbségek vannak, még a úgynevezett fehér civilizációba is, például Bush elnöknek és Obama megválasztott elnöknek teljesen más a véleménye erről. Köszönöm. Kínait nem ismerem, sajnos. Nekem is az idő. Rövid kérdés. Hangosabb. Közelmúltban olvastam a Magyar Tudomány nevű havilapban, ami a Magyar Akadémiának a kiadványa, az ön és a szem egyes omponensei közötti vitát. Volt egy ilyen, ugye? Jó, volt, emlékszem. Hogy ne. Ez régen volt, de volt. Hát régen, én nem igen, emlékszem, volt, két éve vagy ne. Egy éve ez a, volt, a növények, hát, így genetikai van. És az így van. És igen. Én most az egész, nagyon rövid, milyennek a rezüméje majdnap? Az én véleményem az változatlan. Lezárult a dolog? Nem zárult le a dolog. Hát például Magyarországon pillanatilag teljes tilalom van mezőgazdasági géntechnológiára. Szemben a világ egy jelentős részével. Tehát nem zárult le a dolog. És azok, akik tiltakoznak, azok változatlanul tiltakoznak. Tehát nincs semmiféle közeledés a szemben álló nézetek között. Hát erre nehezen tudok válaszolni, hogy mi az oka. Én nekem az az érzésem, hogy dogmatizmus. Tehát nem akarok itt elítélően nyilatkozni azokról a zöld társadalmi szervezetekről, akik ebben állásfoglalnak. De hát én azt kell mondanom, ugyanaz a vélem, az atomenergiával kapcsolatban például gyakorlatilag a tudomány kizárólagosan azt mondja, hogy az atomenergia a legtisztább, legkevésbé környezetszennyező energiafajta. Majdnem teljes az egyetértés. Ugyanakkor a zöld mozgalmak világszerte tiltakoznak az atomenergia ellen, nem tudnám megmondani, hogy mi a... És sajnos ugye tudjuk, hogy a bulvár sajtó, egy sajtó pedig ezekre a kérdésekre magasról rászáll, és növeli az emberek széles körében. Szóval konkrétan a növényi géntechnológiáról én abban a bizonyos cikkben felsoroltam egy pár érvet, hogy mi azt a magyarázatot, hogy mi motiválja az ellenzést. Hát, ez nem változtat azon, hogy értem őket, az nem változtat azon, hogy nem adok igazat. Én azt javaslom, hogy még egy kérdést, és akkor jó, kettő, de több nem. Rövid lesz a kérdés, ugye? Bocsánat, köszönöm szépen. Hadd szóljak ehhez egy gondolatot. Én nem a ideológikus vagy vallási okokból, hogy is mondjam, most meg kell valahogy fogalmaznom, igazából a globalizációtól félek én, amikor a géntechnológiáról van szó, attól félek, amit a saját szakmámban is érzékelek, hogy a félkész technológiát az üzlet kicsavarja a tudomány kezéből, és elterjeszti félkész módon. Én ezt az informatikában élem meg, ilyen jellegű aggályom van, és ez a mai multinacionális világ erre különösen alkalmas. Nem részletezem tovább, ez az, tehát, hogy amikor nincs, hogy mi a véleménye erről? Egy annyit tudnak mondani, hogy természetes az, hogy aki a globalizáció ellen küzd, az küzdhet a géntechnológia ellen is, ahogy az információtechnológia ellen is, mert a globalizáció kétségkívül része. De hozzá kell tennem azt, hogy a géntechnológia ellen küzdem azért egy kicsit félre visz ebben az ügyben, mert például Magyarországon a kukorica az az egyetlen olyan növény, ahol a géntechnológia betörhet. A kukorica termés
90%-ban ugyanúgy azoknak a globális nagyvállalatoknak a kezén van, tehát a vetőmag, akiktől félnek a géntechnológusok. Tehát nem érzem azt, hogy ez különbség. De az biztos, hogy globalizáció része ez. Köszönöm. Utolsó kérdés. Nagyon felfogott manapságéként a ősegoltás. Erről szeretném hallani a személyes véleményét a jelennél, a jövőjéről. Ez egy óriási jelentőségű terület a kutatásban, de mindjárt, minthogy itten szkeptikusként vagyok jelen, azt szeretném mondani, hogy azok, amik megjelennek különböző terápiákról ezzel kapcsolatban, azoknak egy nagy része felelőtlen pénzhajtás, mert valódi kipróbált hatása ezeknek az őssejtterápiáknak megbízhatóan egyrészt nincs, másrészt pedig nagyon határozott veszélye is lehetnek, az őssejtekből nagyon könnyen lehetnek ráksejtek. Tehát ezek a különböző őssejtterápiás vállalkozásokról, én nem vagyok orvosom magam részéről, de az orvos kollégáknak rendkívül elítélő a véleményük. Ami nem jelenti azt, hogy az őssejt kutatás nem egy hallatlanul ígéretes és fontos perspektívikus dolog. Köszönöm szépen, professzor úr!